Nekem van egy nagyon-nagyon szép emlékem 2001-ből, amikor Egerbe hívtak meg egy bábtervezésre. Két fiatal és igen ambiciózus férfi, egy rendező, Kerényi Mihály, és a karnagy, a társaságnak a karnagya, Szabosipos Máté kerestek meg, és akkor én készíthettem, tervezhettem fából készített figurákat, kis marioneteket, vagyis hát marionet figurákat. Ők 70-80 centi magas figurák, és igen nehezek, körülbelül 8-10 kilósak. De ez az élmény, ez nagyon meghatározó volt. És aztán gondolkoztam rajta, hogy ha egyedül szeretnék egy előadást készíteni, akkor igazából egy olyan történetet, vagy egy olyan játékot kell kitalálnom, megteremtenem, amiben én magam is könnyedén tudok dolgozni, és a partnereknek is, hát elsősorban az énekeseknek, az operaénekeseknek lesz egy óriási élmény, hogy miközben az áriákat éneklik, körülöttük kis figurák próbálják az érzelmeiket, a gondolataikat kifejezni a kis gesztusaikkal. Donna, come le, non mi fu, ne ne sarà, non mi fu, ne ne sarà. No, una donna come me, non mi sarà. Io son tutta amore e io son tutta carità. Domandate chi lo sa, sì che è vero, o giù dirà. Io son tutta amore e fe, io son tutta carità. Nagyon-nagyon kellemes volt az élmény, ahogyan az egyik operából egy hajótörést tudtam kiemelni, a másik operából az áruhába bújt asszonyt, aki mindenféleképpen vissza szeretné szerezni a szerelmét, és akkor így a két lányka igazából a dobozban jól érzi magát, megkedvelik egymást, de a történetben elég komoly feladatuk van szívben, lélekben. Házasságban, szerelemben. Frau Deutscherera, ohne Preis und Spiro, quel volto di piace, pace, mono. Frau Deutscherera, soglia, tulajdonképpen az volt nagyon izgalmas, hogy Haydnnak egy nagyon-nagyon keserű házassága, nagyon-nagyon szomorú házassága volt, és mégis volt lehetősége megtalálni a szerelmet, és ezt a kis történetet szerettem volna ebben a kis báboperában is elrejteni, vagy bemutatni, vagy... Jaj, én... El kell árulnom, hogy ő folyamatosan szépül. Igen. Mert nem tudom abba hagyni. Tehát nekem van egy olyan furcsa érzésem, amikor közeledik a premier, hogy ha készen van, ha teljesen készen van a báb, akkor el kell engednem. Úgyhogy még kis dobozban még benne vannak a rózsák, a levelek, és még a napokban még egy-kettőt még fölvartam. Igazítgatom őket.
A formetta d'America prendenti tu sei che la gente ti fai consumar fiamma gustosa e dolcissima donna s'amore di Nagyon-nagyon örülök neki, hogy bármikor készítek bábukat, a születésük alatt is van egy hihetetlen, szépen alakuló kapcsolat, és amikor már évek óta nem láttam őket, és még egy kiállítás miatt régebben készített bábjaimat kapok újra a kezemben, akkor ugyanaz az élmény jön vissza, hogy ez egy fantasztikus kapcsolat, hogy én bábokat, babákat készítek. Benne van a figurákban a saját karakterem is, akár férfi figura, akár lány. Benne van egy kicsit az álmos nagy szemem, vagy az ujjaimnak a kis vékonysága. Ezeket a dolgokat szinte majdnem mindegyikben látom, viszont látom. És nagyon-nagyon kellemes élmény azt tudni, hogy a bábos világban, akik engem ismernek, vagy más ismerőseim is, akik folyamatosan követik a kis munkásságomat, mind azt mondja, hogy ezek Márta bábok. Hogy rögtön felismerik őket, hogyha meglátják.